Üdvözlök mindenkit a Videodron Filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Creed 2-ről. A videó apropója pedig az, hogy a film április 24-én megjelenik DVD-n, blu ray illetve 4 k blu ray a Pro Video gondozásában. Az első tervek szerint a Creed második részét is Ryan Coogler rendezte volna. Az első rész után volt olyan nyilatkozata, hogy eredetileg trilógiának szánta a creed -et. Ryan Coogler rá is bólintott a rendezésre, és miatta egy picit halasztották is a forgatást, de végül is a fekete párduc miatt nem tudta elvállalni. Végül Ryan Kugler a Creed 2 executive producer lett. A rendezést felajánlották Stallone-nek is, de nem vállalta. A Rocky 4 hez hasonlóan egyik orosz karaktert sem orosz színész játsza. Dolph Langren, svéd, Bridget Nielsen Dán, Florian Monteanu pedig román-német nemzetiségű. Bridget Nielsen Stallone felesége volt, annak idején a Rocky négy forgatásán jöttek össze. Két évig tartott házasságuk, utána váltak el. Az 56 éves színésznő a forgatás alatt terhes volt, az ötödik gyermekét várta. Két héttel a munkálatok befejezte után szült. A Creed 2-ben van egy jelenet, amikor Adonis a tabletjén egy archív felvételt néz Apollo haláláról. A felvétel a Rocky negyedik részéből tartalmaz olyan részeket, melyeket nem használtak fel a film végső változatához. Ugyanezek a felvételek megjelentek a Creed 2 egyik spotjában is. Akkor azonban még nem voltak felújítva ezek a felvételek, és nagyon koszos, illetve szemcsés volt a kép. Később restaurálták az eredeti nyersanyagokból, és így láthatjuk a tablet képernyőjén. Amikor Adonis gyermeke születik, akkor láthatjuk rokit a kórházban, ahogy egy kis labdát pattogtat. Ez egy utalás a Rocky 2-re, ahol szintén így láthatjuk Stallonét, amikor megtudja, hogy megszületett a fia és Édrien Kómába esett. A krít 2-ben feltűnnek Rocky teknősei. Őket láthattuk már a rokiban, a Rocky 2-ben, illetve a Rocky-bálbaában. A teknősök Stallonéje 50 éve megvannak neki, a nevük pedig Mangetta és Gomb. A Rocky 2-ben van egy jelenet, amikor Apollo azt mondja, hogy ez az ember veszélyes, nem, én vagyok veszélyes. Nos, ugyanezeket a mondatokat hallhatjuk Adonis szájából is a Creed 2-ben. Rocky úgy bátorítja Adoniszt, hogy azt mondja neki, hogy go for it. Ezt a mondatot hallhattuk a Rocky 3-ban, illetve a Rocky 5-ben is, sőt a Rocky 5 egyik reklám volt. Annak idején a Rocky 4 kapcsán volt egy nyereményjáték, és aki nyert, az kiemelt statiszta lehetett a filmben. Az úri ember, aki megnyerte a versenyt, szerepel a Creed 2 ben is. Itt jelentkezett statisztának, és ki is választották. A Hollywood Reporter 2018. november 28-án megosztott egy videót, ahol a 72 éves Stallone elköszön Rocky szerepétől. Ekkor bejelentette, hogy többet nem játsza el az ikonikus karaktert maga a felvétel a Creed utolsó forgatási napján készült. Stallone egyrészt átadja a stafétát Michael B. Jordannek, másrészt búcsúzik a rajongóktól, és megköszöni nekik, hogy ennyi évig vele voltak. Viktor Drágó szerepére az egész világon kerestek megfelelő embert. Megnézte különböző felvételeket boxolókról, kibboxosokról, illetve amerikai focisokról. Végül Florian Munteaut Sylvester Stallone találta meg. A romániai boxoló Németországban született és ott is nevelkedett. 196 centi magas és 106 kg. A Creed sikere után plegykáltak arról, hogy készülne egy drágó spin-off film. Majd amikor bejelentették, hogy készül a Creed folytatása, akkor arról kezdtek el plegykálni, hogy ennek a spin-off filmnek a forgatókönyvét írták át Creed 2-vé. Valójában ez nem igaz, hivatalosan sosem terveztek ilyen filmet. Dolph Langrend a szerepkedvéért megöregítették, és a sminkét úgy készítették el, hogy látszódjon arcán nehéz élete. A forgatókönyvben szerepelt egy jelenet, ahol Rocky és Iván Drágó összeverekednek. Fel is vették ezt a részt, de végül kimaradt a film végső változatából. Később azonban Stallone ezeket a felvételeket kirakta a Facebookjára, így bárki meg tudja nézni. A Creed 2 rögzítettek egy jelenetet, ahol Rocky elment volna Spider Rico temetésére. Ez volt az a boxoló, akivel először harcolt a Rocky 1 ben 2018. december 21-én a Creed 2 t bemutatták a kínai mozik. Ez volt az első olyan film, amiben szerepelt Rocky karaktere és ment a kínai filmszínházakban. Magát a filmet 10 héten keresztül rögzítették Filadelfiában. Utána csak a rendező, egy technikai csapat, Stallone, illetve Michael B. Jordan elutaztak új Mexikóba, hogy rögzítsék a sivatagi jeleneteket. Rocky onokájának neve Logan. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy a fiát alakító Milo Venti több rajzfilmben is szinkronizálta Logan karakterét. Milo Venti Megliát mostanában a Rólunk Szól című sorozatban láthatjuk. A második évad pár epizódjában Stallone is szerepelt, önmagát játszott. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Creed 2-ről, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. Like ha pedig a film felkeltette érdeklődésedet, a provideo.hu-n meg tudod vásárolni DVD-n, ray illetve 4 k blu ray A videó alatt a leírásban találhatsz egy közvetlen linket a webshophoz. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!